Kedves Imre Atya, dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves vendégek, jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit, és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek meg, mondta George Bush, Egyesült Államok elnökeként. A Magyar Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hozzolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő hozzávetőleg 9 évet töltött börtönökben és munkatáborokban. A szabadon engedése után pár évvel 1959-ben 51 évesen halt meg. Kovács Béla sorsa egyfajta tipus példája lett azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tartunk számon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt emlékezők! A kommunista diktatúra halálos áldozatainak világviszonylatban 100 millióra becsülik az áldozatait. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió főt. Ennyien vesztették életeket éhségben, kényszer munkatáborban vagy kegyetlen kivégzések során. Köztük ki tudja mennyi jászárban is, ki tudja mennyi család, ki tudja mennyi meg nem született gyermek és unoka hiányzik közülünk. Kedves emlékezők, nem hihetjük, hogy amit nem érzünk, amit nem látunk, az nem fáj. Ugyanakkor az emlékezés és az emlékeztetés nem arról szól, hogy dögött kutyába rúgunk. És nem is arról szól, ki kell, hogy mondjuk, nem is arról szól, hogy ne ismernénk kell, hogy a pártok is áldozatok voltak a maguk módján. Sokkal inkább arról, hogy emlékezünk és emlékeztetünk a legfontosabbra, hogy soha nem a hatalomnak van igazsága, hanem az igazságnak van hatalma. Nem engedhetjük meg, hogy akik még nem is olyan régen kiszolgálói voltak a diktatúrának, azok ma új köntösben hirdessék, hogy minden elmúlt, minden rég volt. Nem engedhetjük meg, hogy a múltat végképp eltöröljék, mert akkor a múlt ismétli önmagát. Túl friss még a fájdalom. Itt járnak közöttünk, akiknek tönkretették az életét, akiknek a szüleit, a nagyszüleit megnemorították, akiknek a gyermekét azért nem engedték tovább tanulni, és azért nem vették fel valahová, mert az apja nem lépett a kommunista pártba. Magam is emlékszem, mikor gyermekkoromban édesapám úgy hallgatta a Szabad Európa rádiót, mintha ezzel ő követett volna el valami főbenjáró bűnt. Emlékszem, akkor mindig olyan feszült csend lett újra a családban, hogy gyermekként azt éreztem, a csendnél nincs félelmetesebb. Amikor később rákérdeztem, mindig azt a választ kaptam, hogy te ezt nem értheted. És ha mégis érteni akartam, akkor az volt a válasz, hogy amit nem tudsz, az nem fáj. Friss még az emlék a kommunizmus áldozatainak ahhoz, hogy ne emlékezzünk. A vasárnapi ebédeknél még az asztaloknál ott ülnek az apák, a 80-90-es éveiben járó nagyapák, akik sokszor arról szólnak elcsapó hangon, hogyan üldözte magyar a magyar, hogyan csinálta magyar a magyarból besúgott, hogyan zsarolta meg gyermekével, megélhetésével az AVH, a brigádvezetőtől, a papokig, a társadalom minden ellenálló, vagy csak közömbös tagját. Nézzük csak meg a jársági tanyahelyeket, és emlékezzünk az ott élő gazdákra, akiket a fogukat kiverve üldöztek el onnan, arról a helyről, ahol minden szalmaszálmát ők dolgoztak meg, és egyik napról a másikra semmi között nem lehetett semmihez. Vajon el tudják-e képzelni a mai fiatalok, mit jelentett mindez azoknak az embereknek, akik az életük végén az volt az utolsó kívánságuk, hogy a tanyahelyre még egyszer kimehessenek.
Tudom, hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy jobb a borzalmakra nem is gondolni, és csak előre nézni. Csak hogy olykor van élünk, mikor furcsaság furcsaságot ér. Emlékszem, mikor Mettyesi miniszterelnöktől kiderült, hogy tartóhíz volt, pár héttel később vele elemezték a televízióban, hogyan lehetséges, hogy mégis nőtt a népszerűsége. Az volt a válasz, hogy olykorban élünk, amikor az embereknek nem az érdeké, hogy mi volt régen, hanem az, hogy most hánybogótos fagyoltot tudnak venni. Ez a szemlélet a kommunista diktatúra legveszedelmesebb hagyatéka. Ez a szemlélet a kommunizmus máig kísérő módszerére világít rá. Lekenyerezték, megvásárolták a társadalmat, elvették a vagyonát, a tanyáját, a földjét, és minden embernek elvették a szabadságát, az akaratát, és cserébe odalöttek valami koncot. Ma pedig nem értik. Nem értik, hogy mi történik az országban, mert egyre több ember ismeri fel az igazságot. Egyre többen mondanak nemet az efféle szemfényvesztésre. Nem engedhetjük, és nem is fogjuk megengedni, hogy a kommunizmus és a diktatúra szelleme bármilyen formában megkísértsen bennünket. Hogy elvegye utódaink szabadságát, bátorságát és jövőjét. Itt Jászapátén a jársákban sem engedjük. Emlékezhetünk, nem is olyan régen az utolt pár emberei még úgy házaltak, hogy akinek traktora, földje vagy vállalkozása van, az nem méltó a közösség vezetésére, mintha éppen szégyen lett volna tisztességesen elvégzett munka. Mintha nem a tettei alapján, hanem azt szerint kéne megítélni valakit, hogy hol hagyja állandóan a fejét. Olykor ma is azt látjuk, hogy a hatalomért minden nemtelen eszközbe vetve harcol magyar a magyar ellen. És ez még mindig a kommunista szellem kísértése. Ma nem fegyverrel, nem golyóval, hanem olykor golyóstollal, vagy éppen klaviatúrával. Vannak, akik ma is úgy érzik, hogy csak ők számítanak. A közösség, a nemzet az nem. Inkább Brüsszel marmára hagyják a vizet, csak hogy nehogy a hazáját féltő, szerető magyar embernek legyen igaza. Kedves jelenlévők, a kommunista szellem kiirtásának az az alapja, ha tudunk azt szerint élni, hogy nincs jobboldali vagy baloldali haza, család, hit vagy munka. Ha tudjuk, hogy az egyéni érdek soha nem lehet fontosabb a közéletnél. Ha képesek vagyunk e szerint élni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az idő majd mint mindig bölcsen igazol. Mi ki akarunk lépni az irítség, a féltékenység, a dögöljön meg a szomszédtelen szemlélet világából. És meg fogjuk teremteni a félelem nélküli nemzeti Magyarországot. Akkor is megteremtjük, ha az a régi, az a másik, a kommunista Magyarország elsárkod az irítségtől. Február 25-én emlékezünk. Több tízezer családjától elválasztott és kényszer munkatáborba húzott honfitársunkra, a kobolt vádak alapján mészárszékre küldött embereket, az ellenállóként Mártír halálpont hősökkel. Kedves jelenlévők, ma fogjuk szorosabbra azoknak a kezét, akik még ma is köztünk vannak. Azzal, hogy évtizedeken át tűrtek, évtizedeken át nyeltek, azért, hogy egyszer nekünk Magyarországon, itt a járságban jobb legyen. Nekik köszönettel tartozunk. Tisztelet a hősöknek, főhajtás az áldozatoknak, intelem a holnapnak, mert soha nem felejtjük. Mindig az igazságnak van hatalma. Köszönöm a tisztelő